Hónapokig járta az utcákat a közlekedési munkacsoport. Arra voltak kíváncsiak, milyen közlekedési változtatásokat kell bevezetni a biztonságosabb forgalom lebonyolítása érdekében. A munkacsoport vezetője Berta Zoltán alpolgármester volt. Három nagy feladatcsoportot, illetve kezelendő területet állapítottunk meg. Ugye alapvetően tudtuk, illetve arra készültünk, hogy a megnövekedett forgalomból adódóan egyrészt törvényi kötelesség is 5 évente a forgalmi rend felülvizsgálata, másrészt pedig a napi közlekedés is szükségszerűvé tette, hogy átnézzük, áttekintsük, hogy a városban hogyan lehetne módosítani azt, ugye annak a fő célnak, hármas célnak a megvalósulása érdekében, hogy a biztonságos, zavartalan és az utak, útpatkák műszaki állapotát megvédő forgalmi rendszabályozást tudjunk kialakítani. Ez a három nagy csoport, amit mi látunk, egyrészt ugye a keskeny szűk utcákban való közlekedés és várakozás problémája, ami egyrészt baleset veszélyes, másrészt pedig az útpatka állagának leromlásához vezet. Ugye ennek nyomait folyamatosan látjuk, érzékeljük a városba. Nagyon sok lakossági bejelentés is van ezekből az úthibákból, útpatka hibákból. Hadd ne mondjam, hogy ezekben az utcákban a kerékpáros forgalom emiatt gyakorlatilag ellehetetlenül, illetve rendkívül balesetveszélyes. Ott ugye ezek lakóövezetek, tehát ezekben az utcákban azért nagyon sokan használják kerékpárral is az úttestet. A másik nagy kihívás az igazából a parkolás, a parkolóhelyek számának növelése, illetve a szabályos várakozás feltételeinek megteremtése a városba. Ugye ez két dolog. Egyrészt látjuk, hogy központba, illetve a nagyobb forgalmú intézmények környékében egyre kevesebb a parkolóhely, pontosabban a parkolóhely ugyanannyi, de megnövekedett a forgalom, tehát problémát okoz már sok esetben a várakozás. Másrészt viszont ez azzal is jár, hogy egyre több a szabálytalanul parkoló várakozó autós. Ez a gyalogos, kerékpáros forgalmat lehetetleníti el, ilyenek gyakorlatilag a járdán való parkolások, zöld felületen való parkolások. A parkolószám növelése érdekében a város lépéseket tett. A bevásárlások lebonyolítására hozott létre megállóhelyeket, melyet a tapasztalatok szerint előszeretettel használnak. Ám további parkolók kialakítására ezen a területen nincs lehetőség, hiszen az a zöld felületek csökkenését hozná magával. A harmadik nagy feladatcsoport, úgy érzékeljük, az a kereszteződéseknek a felülvizsgálata, forgalmi rendjének, beláthatóságának az átvizsgálása, hiszen azért a tavalyi évben is, sőt gyakorlatilag a munkacsoport, amikor a szemlézést hajtotta, végre folytatta, akkor is voltak kereszteződésekben elsőbbség megnemadás, beláthatóság, nem megfelelő beláthatóság miatti balesetek, tehát ennek a kérdéskörnek is úgy látjuk, hogy azért figyelmet kell szentelni erre, és megoldásokat lehet kell találni. A forgalomszabályozás eszköztárával, ha végigmegyünk ezen a három fő feladatcsoporton, akkor ugye a keskeny szűk utcákban való közlekedést, amennyiben ott indokolt, az utak műszaki állapota indokoltá teszi, illetve van alternatív vagy párhuzamos forgalmú utca, akkor egyirányosítással tudunk segíteni azon, vagy tudjuk a zavartalan, biztonságos forgalom szabályozást megvalósítani. Hangsúlyozom még egyszer, itt nagyon fontos az, hogy legyen megfelelő párhuzamos utca azokra az utcákra, ahova forgalmat terelünk, hiszen egy egyirányosítása óhatatlanul olyan útszakaszra is tereljük a forgalmat, amit nem feltétlenül használtak az arra közlekedők, hogy ezeknek az utaknak a műszaki állapota megfelelő legyen, tehát azt nem tehetjük meg, hogy egy nem megfelelő állapotú úton megnöveljük a forgalmat. Illetve hát azért az alaptézis volt a munkacsoport feladatok, célkitűzések meghatározása során, hogy azért a tiltás, korlátozás az csak a legindokoltabb esetekben kerüljön be a munkaanyagba, ahol az a közlekedés biztonságát, illetve az útpatka műszaki állapotának megóvását indokolja. Tehát nem az volt a cél, hogy a lehető legtöbb korlátozó intézkedést építsünk be, vagy célozzunk meg. A munkaanyag márciusban elkészült. A város vezetése elküldte a megyei rendőrfőkapitányságra szakmai ellenőrzésre.
Nagyon fontos az, hogy ne csak a mi meglátásaink szerepeljenek benne, hanem ez a jogszabályoknak is megfelelő ajánlásokat tartalmazzon. A polgármester asszonynak is az volt a kérése, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt ebben ne szülessen döntés, hanem az eredeti elképzelés szerint legyen meg a lakossági tájékoztatás is, és majdan úgy kerüljön szeptember végi, reményeink szerint szeptember végi testületi ülés elé ez a munkaanyag. Tehát megtörtént a szakmai lektorán. Július 23-a csütörtöki napra szervezünk egy lakossági tájékoztatást, ezt 18 órától a Magházban fogjuk megtartani, ahol Wiesner Csaba ősparancsnok úrral egyetembe, aki ugye a munkacsoportnak tagja, fogjuk részleteiben is bemutatni ezt a munkaanyagot, ahol nyilván nem csak az adott változtatásokat, hanem az indoklásokat, az okszerűségeket is szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. A lakossági vélemények és a javaslatok is beépülnek majd. A végleges koncepció kialakulása után a konkrét lépésekre is sor kerülhet. A terv az, hogy a forgalommódosításokra még ebben az esztendőben sor kerüljön.